Ja, az előző videóban Ventushoztunk egy picit ugye Sopron keresztül vasútállomásra. Akit érdekel a videót, az mindenképpen tekintse meg, majd link a leírásban. Mai videóban a Szombathely-Sopron, vagy fordítva Sopron-Szombathely vasútvonallal fogunk foglalkozni. Akit érdekel, mindenképpen tartson velem, illetve a felvételekért. Ugye itt a nap miatt ezért elnézést kérek előre is. És akkor ugye erről előző videóban is egy nagyon pici szót ejtettem, itt van Harka vasútállomás. Itt történik a kereszt, ugye egy vágányú a pálya, ugye ez a Szombathely-Sopron személyvonat, amivel most találkoztunk. És ugye itt menetrend szerint nem áll meg semmi, de a kereszt miatt ugye meg kell állnia. És akkor itt ágazik ketté a vonal, amit láthatunk, ami ugye itt elágazik, az a Sopron-Keresztúri vasútvonal. Ugye itt jártunk az előző videóban Ventusszal, mi most pedig megyünk Szombathely fele. És akkor beszéljünk egy picit a vasútvonalról. A vasútvonal elődjét a Déli Vasúttársaság építette Bécsújhely, Sopron, Szombathely, Nagykanizsa vasútvonal részeként, amely 1865. szeptember 21-én nyitották meg. Ugye a MÁV felvásárolta a déli vasutat, a vasútvonal a MÁV időszakában MD-mot, illetve BZ-motó közlekedtek két motorkocsi és 3 vagy 4 mellékkocsi, vagy motorkocsi és 2 mellékkocsi összeállítással. Egykoron naponta egy vonatpár közlekedett Sopron, Déli, Szombathely, Gyékényes, Pécs vasútvonalon is, szombathelyi személyvonatként, majd onnan gyorsvonatként délutáni indulással, Sopronból és délelőtti visszaérkezéssel. A pálya adottságai alapján felújítások előtt csak 40 km/h sebességkorlátozásokkal döcögtek a vonatok, a villamosítás követően V43-as mozdonyok, vagy majd 2013-ig bérelt gyeseftaurosok továbbítják a szerelvényeket. A 2013. decemberi menetrendváltással 4 darab Stadler Flirt szolgálja az utasokat, de ugye a vonalon akad már Flirt 3 is. És akkor érkezünk is Bükk vasútállomásra. Erre az állomásra szoktak járni tehervonatok. Nem annyira gyakran, de azért járnak. Tehát körülbelül egy ilyen kettes kategória. És maga Bükk is eléggé szép hely. Ugye ez a gyesebb vasútvonalán található, tehát egy napi kirándulásra is teljes mértékben megfelelő. Illetve ezen a vasútállomáson lesz most a vonatkereszt is. Mi a Flirt 3-unkkal a 2-esről, pedig a 1-esre érkezett. Igazából ő is egy Flirt 3, tehát nem túl izgalmas.
A vonalon az utazó közönség számára a legérzékelhetőbb előny a pályasebesség mintegy 50%-os növekedése 80-ról 120 km/h. Ehhez a Sopron-Szombathely-Körmend-Szentgotthár vonalon új elektronikus bízber kellett megépíteni. Szombathely végállomás, ugye ez a vonat igazából menne tovább Szentgotthárdra, de itt át kell szállni az utasoknak, hogyha tovább szeretnének utazni. A kalóz az nagyon kedves volt, vele utaztunk Sopronba is, ugye Győr-Sopron személyvonattal, illetve most ezzel Szombathelyig. Köszönöm nektek a figyelmet, tartsatok legközelebb is velem, ha tetszett a videó, akkor toljatok egy hatalmas lájkot, és akkor sziasztok!